Úgy dukál, hogy a vendégek és a növendékek is lássák a szorgos gyakorlással, hova lehet eljutni egy hangszer ismeretében, mondta Pece István, a harmonika tábor ötletének kitalálója. 4 évvel ezelőtt, meghalva az idők szavát, úgy döntött, harmonika oktatásba kezd, és láthatóan az ötletnek volt fogadókészsége. Úgy tűnik, hogy a gyerekek számában is lemérhető, úgy tűnik, hogy a közönség számában is lemérhető. Ez a busz, amit kínál, ez Szegedről érkezett, a Szegedi Harmonika Egyesület jött el 30 fővel meghallgatni nyitó hangversenyünket. Hogyha ezt a fajta dolgot nem kezdtük volna el kivitelezni, Köller Jani barátomnak, akivel együtt tanultunk a Bonyhádi Zeneiskolában nagyon sok-sok évtizede harmonikázni, az ő nagy vágya volt ez, hogy legyen újra harmonika oktatás. Ha ezt nem tudtuk volna kivitelezni, akkor egy idő után itt egy hatalmas űr keletkezik, amit aztán már rendkívül nehéz betölteni. Most úgy néz ki, hogy annyi érdeklődő van, és annyi a tehetséges fiatal, hogy egy pár év múlva nem lesz gond az, hogy melyik táncegyüttest kikísérje tangoharmonikán, vagy melyik sváb kórust kikísérje tangoharmonikán, mert lesz merítés, és lehet választani a növendékekből. Először ugye Bonyhádiként indult, de közben kiegészült Szekszárdira is, és most úgy tűnik, hogy idéntől van részevünk Tökörről, Soroksárról, Dunaharasztiból, úgyhogy gyakorlatilag azok a sváb települések, ahol ez a dolog fontos lehet és van oktatás, ők úgy tűnik, hogy érdeklődnek irántunk. Vannak ismerős arcok már így az elmúlt évekből, és hát természetesen vannak új növendékek, akiket meg nagyon-nagyon várok már, hogy közelebbről megismerjünk és együtt tudjunk dolgozni. A tábor létrejöttében nagy szerepe van a Bonyhádi Német Önkormányzatnak, részben a finanszírozás oldaláról, részben a gyerekutánpótlás megszervezésében tettek és tesznek energiákat. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék a hangszert, tudjanak rajta játszani, és később tudják kísérni a táncosokat, az énekkarokat, vagy pedig zenekart alapítsanak, és úgy vigyék tovább ezt a tudást. Sajnos több évtizede Bonyhádon nem volt már harmonika oktatás, és nagyon örültem annak, amikor Pece István elvállalta azt, hogy oktatja a fiatalokat, és már látjuk, hogy ez mennyire összejött, a gyerekek nagyon lelkesek, nagyon-nagyon ügyesek, és ez a helyszín, ahol most vagyunk Bátorpátiban, pedig egy csodálatos környezet. És úgy gondolom, hogy ennek van jövője, nem csak múltja van, hanem jövője is van. Most ezek a gyerekek megtanulnak harmonikázni, és ez még éveket vesz igénybe, míg olyan szinten zenélnek, hogy egy csoportot kísérni tudjanak, vagy pedig egy énekkart. De én úgy gondolom, hogy van ennek jövője, és bizakodom. A gyerekek egy picit más szemszögből látják a dolgot, hogy gyakorolni kell, darabokat játszunk, közösen megéljük a különböző darabok által. A zene szeretetét tulajdonképpen, semmi másról nem szól a dolog, csak nem olyan szárazon, mint hogyha mondjuk bemegyünk a zeneiskolába, lenyomjuk a szokásos tanterem kilincsét, és akkor ott fél órát, egy órát együtt töltünk a tanárunkkal. A gyerekeknek az együttes tanulása az azt gondolom, hogy sokkal inkább inspiráló lehet, mint hogy gondolnánk. Tehát van olyan, amikor nem is feltétlenül a tanár által tanulják meg a gyerekek a dolgokat, hanem a nagyobbik húzza a kisebbet, a kisebbik, ahogy röpül a nagy után, a nagy azt élvezi, és akkor azáltal már ő felnőttnek érzi magát, és szép lassan mindenki beletanul a következő szerepébe, ami ugye a generációkban így szépen lépcsőzetesen felépül, úgyhogy van például az a korosztály, akik már ugye 1-2 éve jöttek hozzánk, ők már szépen elintézték a kicsiket, hogy mit és hogyan kell, és hol van a helye, és hova kell menni, hol kell lepakolni, melyik lesz a szoba. Már így otthonosabban mozogtak, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt nekünk segítség, másrészt már az első pillanattól kezdve otthon érezték magukat. Természetesen felmerül a kérdés, hogy lesz-e harmonika zenekar, ha tanítványok száma és hangszertudása mindezt megengedi majd. Természetesen lesz.
Hát ugye ilyenkor éppen ez a lényeg, hogy a kicsiket is szeretnénk magunk köré gyűjteni, hogy ők is tapasztalják meg és élvezzék a zene közös tulajdonképpen csinálását, ha így vesszük, mert hogy ez nem csak egy egyéni műfaj, tehát az, hogy az ember egy kórusba eljár, akár felnőtt korában, akár egy zenekarban játszik, az legyen egy blues zenekar, vagy egy fúvós zenekar, azt gondolom, hogy mindegy, mert a közösségnek az építő ereje, illetve a szeretete, a barátságok, a kötődések, amik ott megvannak, ez mind-mind segíti is a szakmai munkát. Thank you.